Első beszélgető társam a Királyhalmi Helyközösség tanácselnöke Katona Róbert. Nos, tudjuk, hogy Királyhalmon van vezetékes ivóvíz, de szennyvízcsatorna hálózat egyelőre még nincs. Kezdjük az ivóvízzel. Milyen az ivóvíz minősége Királyhalmon, és mekkora területet fed le a vezetékes ivóvíz hálózat? Hát igazából az ivóvíznek a minősége, most azt tudom mondani, hogy kiváló, de nem mindig volt ez így. Ugye visszagondolunk, egy tulajdonképpen 3-4 éve ezelőtt lett átadva a víztisztító. Előtte az arzénnal voltak nagy problémáink, hiszen az arzénnak a jelenléte az ivóvízben elérte a 200 mikrogramot. Na most ez így nem sokat mond ez a szám, de ha azt mondom, hogy 10 alatti, illetve 1 mikrogram alatti lenne az, amelyiket tulajdonképpen arzénmentes tiszta ivóvíznek nevezünk, akkor ez a szám ez igencsak nagy, hiszen 200-szorosa volt a megengedettnek. A víztisztítót ugye üzembe lett helyezve, ebből kifolyólag megoldódott. Az ivóvízünk, én azt mondom, hogy kiváló minőségű ebbe a pillanatban. Mekkora területet fed le az ivóvízhálózat? A szűk központot, tehát a falunknak a szűk központját, ahol a sűrűn lakott terület van, a lakosságnak 33%-a tud rácsatlakozni, tehát 1/3-ának van lehetősége rácsatlakozni az ivóvízhálózatra. Ez jelenleg közel 200 háztartást jelent. A többiek számára mikor válhatna elérhetővé a vezetékes ivóvíz? Mindenféleképpen prioritásként kezeljük ezt a témát. Valamelyest ígéreteket is kaptam, hogy a következő 3-4 évben talán elmozdulunk erről a holdpontról. Én bízom benne, hogy nagyon hamarosan bővülni fog ez a hálózat. Kicsit problémás, hiszen ugye tanyavidékekről is beszélünk a falunk területén, tehát azt soha nem tudom megígérni, szerintem más se, hogy minden egyes tanyához el fog jutni a vezetékes ivóvíz, de viszont mindenféleképpen bővíteni kell ezt a hálózatot, folyamatosan melegén tartsuk ezt a témát idézőjelbe, és hát én 100%-ban biztos vagyok benne, hogy el is jutunk majd az eredményekhez. Akik fúrott kútból fogyasztják az ivóvizet, azok milyen minőségű vizet isznak? Azt kell mondani, hogy rossz. Valamikor még ezek a fúrott kútból nyert ivóvizeket el lehet mondani, hogy jó minőségűek voltak, de hát most már annyira beszennyeztük ezt a vízrétegeket, ugye az a jellemző, hogy főleg ezt a 40-50 méteres szintről használják az emberek a ivóvízként a vizet, illetve néhányan a 100 méteres szintről, de én meg vagyok róla győződve, hogy már a 100 méteres szintet is beszennyeztük. Tulajdonképpen ugye az iparosodás, illetve falun vagyunk, ugye a vegyszerek, illetve itt jön a problémába ugye az emésztőgödröknek a használata, tehát már ezt a 100 méteres szintet is elérte a szennyeződés. Mikor nem lesz szükség a tervek szerint emésztőgödrökre, tehát megoldódhat-e majd valaha itt a szennyvíz elvezetés? Eléggé problémás a helyzet, hiszen hogyha azt nézzük, hogy elég mélyen fekszik a településünk, ugye körbe vagyunk véve természetvédelmi területekkel, másik oldalról pedig a határral tulajdonképpen Magyarország felé. A megoldás az lenne, ugye, mint Palicsnak is, hogy tulajdonképpen felpumpálni a falunkban keletkező szennyvizet a szabadkai víztisztítóba. Én azt hiszem, hogy ez még egy hosszabb történet lesz. Lokális, helyi jellegű kisebb víztisztító vagy szennyvíztisztítónak a kivitelezése pedig nem tudom, hogy igazából hova tudna ez a termék aztán kerülni. Problémás, én személyesen nem tudnám megmondani, hogy ezt hogy lehet kivitelezni. Egyelőre hajdújáráson sincs vezetékes ivóvíz, de vajon az a víz, amit az emberek a fúrott kutakból nyernek és fogyasztanak, az milyen minőségű? Ez Sövény Rudolftól, a Hajdújárás Helyi Közösség tanácselnökétől kérdezem. Az biztos, hogy minél mélyebben van az embernek a kútja, annál talán annál egészségesebb, ha lehet így mondani. Az is a másik gond nálunk hajdújáráson, de azt hiszem, hogy a környező települések, hogy nyaranta, amikor az emberek elkezdenek locsolni a különböző veteményes kertekben vagy gyümölcsös kertekben, akkor a kisebb, nem oly mély kutakon ugye elveszik a nyomás, nem jön nekik a víz, úgyhogy ez a víz probléma, mondhatom így, egy állandó jellegű probléma, és ahogy látjuk az éghajlatváltozást ennek köszönhetően, azt hiszem, hogy mindinkább előtérbe fog kerülni. Ez azt jelenti, hogy egyre mélyebbre kell fúrni ahhoz, hogy az emberek esetleg egészséges ivóvizet tudjanak nyerni?
logikus is a dolog, hogyha megnézzük azt, hogy itt Hajdújárás környékén hány, mennyi gyümölcsös kert van, és ezek a gyümölcsös kertek ugye elég sűrűn kell őket permetelni különböző szerekkel, és gondolom, hogy az eső előbb-utóbb ezeket a szereket belemossa azért a talajba is, és így a vízbe is belekerül, úgyhogy azt gondolom, hogy ilyen téren azért ez fennálló probléma. Van esély, illetve remény arra, hogy az elkövetkező időszakban majd vezetékes ivóvíz kerüljön ide Hajdújárásra is? Hát nagyon bízom benne, hogy belátható időn belül Hajdújáráson is lesz vezetékes ivóvíz. Ugye ez úgy áll össze, hogy a királyhalmi vízgyártól kell, hogy majd kapjuk mi is a vizet. Ugye előtte a királyhalmi vízgyárnak a kapacitását kell megnövelni, utána pedig Királyhalomról több kilométer hosszan el kell vezetni a vizet mi hozzánk, a zelosztóállomásig. Az zelosztóállomásnak a telek már megvan vásárolva, úgyhogy ez megvan. Amit tudok még mondani ezzel kapcsolatban, hogy több alkalommal is már beszélgettünk a illetékes közvállalattal, de hát sajnos ők mondják, hogy nem tudnak ilyen beruházást finanszírozni, ők fent tudják tartani a most fennálló rendszert, de nekik nincsenek anyagi lehetőségük arra, hogy fejlesztenek is, úgyhogy csak pályázat valamiféle nagyobb forrás után tudunk keresni, természetesen próbálkozunk mink, de még sajnos nem jártunk sikerrel. Gondolom, hogy a szennyvíz elvezetés megoldása ettől még nagyobb probléma, illetve még nagyobb álom. Igen, a szennyvíz az megint csak egy másik téma. Azzal kapcsolatban azért valamiféle félmegoldás lehet mondani, mivel hogy ugye Palicson most, ahogy tudjuk, megoldódik a szennyvíz elvezető rendszer, és valamiképpen Hajdújárás is bele lesz ebben kapcsolva, ez pedig úgy fog működni, hogy épülőben van, vagy ha minden igaz, meg is épültek nagyobb medencék Palicson, ahova Hajdújárásról a csatornázási közvállalatnak a teherautói, kamionjai, az ilyen erre szakosodott autói fogják elszállítani Hajdújárási szennyvizet. Úgyhogy ez hamarosan el fog indulni az a rendszer, hogy igényelni lehet az autót, kijön az emberhez, felszippantja, és el fogja vinni, és ott kijönti abba a medencébe, kiengedi, és akkor onnantól pedig belekapcsolódik a palicsi szennyvízelvezető rendszerbe, és megy a szabadkai víztisztítóba. Ludas is azon települések közé tartozik, ahol nincs megoldva a vezetékes ivóvíz. Nos, Aladis Tibortól, a Ludas helyi közösség tanácselnökétől is azt kérdezem, hogy gyakorlatilag lesz a közeljövőben erre megoldás? A Ludasi helyi közösség területén minden lakóház saját maga oldja meg egyenlőre az ivóvíz kérdést. Mindenkinek van fúrott kútja, különböző métereken van ez a kút kifúrva. A legáltalánosabb a 60 és a 70 méter közötti kutak. Ugye ezek voltak árban a legelfogadhatóbbak, de több helyen már a 120 méteres kút is megjelenik. Én egyenlőre azt tudom mondani, hogy az ivóvízünk, az igaz, hogy az otthoni háztartásokban nem szoktuk kivizsgáltatni, de én tapasztalatból tudom, hogy minden lakóházban használják a vizet, akár még ivásra is. Az biztos, hogy a fürdőszobában, amikor ránézünk a kádra, vagy a szanitáris helyiségben, akkor látjuk a vörös csíkokat, ami azt jelenti, hogy biztos, hogy vasban gazdag a vizünk, és hát abban is biztos vagyok, hogy különböző káros anyagok is van benne, ezt nem mondhatom, hogy nem, de hát egyenlőre ezt még nem vittük olyan szintre, hogy ebből problémát csináljunk. A megoldás a városi víz, illetve a központi víznek a bevezetésére ígéretek vannak. Az elképzelések olyanok, hogy Királyhalmáról, ott abból a vízgócból, onnan Hajdukóvon keresztül Ludasra is elérkezzen majd ez a vezeték. Igen, hát ehhez persze természetesen szükség van ahhoz, hogy a királyhalmi vízgyár kapacitását jelentősen megnöveljék. Viszont mi a helyzet a szennyvíz elvezetéssel? A szennyvíz elvezetés is hasonlóképpen minden ház saját maga oldja meg. Mindenkinek emésztőgödörbe történik a zűrítés. Az, amikor megtellik, utána szívókocsikkal kiürítetjük. Palicson ugye most javában épül a szennyvíz csatorna hálózat, illetve bővítik azt. Nos, nincs arra esetleg megoldás, hogy az a szennyvíz csatorna hálózat mondjuk valamiféle úton módon a ludasi szennyvizet is begyűjtse? Mindenre van megoldás, ez az egész csak idő és pénz kérdése.